Ha most választhatnék, hogy ki lenne Magyarország miniszterelnöke, lehet, hogy Zelenszkijre szavaznék. Sajnos az a réteg támogatja az Orbáni rezsimet, aki aluliskolázott, nem egy intelligens emberek rétegét képezi, és azok, akik igazából itt vagyunk, azok azt gondolom, hogy teljesen másképp mondanak erről. Azt mondják, hogy a szakál öltöztet, hát én most áruhát öltöttem, és magamat a Cseszne Právo kárpátaljai hírportál tudósítójának kiadva megkérdezem az itt megjelenteket, Magyar Péter követőit, hogy mit gondolnak a magyarországi és ukrajnai helyzetről, illetve mit gondolnak arról, hogy hogyan lehetne a két ország viszonyát rendezni, ha esetleg megválasztják Magyar Pétert miniszterelnöknek. Lássuk, hogy mennyire sikerül beépülnem és lelepleződöm-e. Áradat Tisza! Ön szerint, hogyha Magyar Péter 26-ban hatalomra kerül, mit kellene tennie, hogy a két ország, Ukrajna és Magyarország helyzete javuljon? Hát szerintem először is fel kéne vállalni Ukrajna támogatását külpolitikailag is, amit jelenleg nem teszünk meg. Humanitárius segélyt, pénzügyi segélyt és a pénzügyi segélyt, katonai segélyt is jelent ezáltal. Szóval ezt a hármat kéne megtenni szerintem. Először is kommunikálni kéne velük olyan szinten és olyan mértékben, ami méltó egy ilyen országhoz. Egyértelműen hitet kell tenni amellett, hogy a szabadság nemzetek fölött áll. A szabadság iránt igény nemzetek fölött áll, és ez össze kell minket kössön. Ennyi. Szerintem ez alapvetően elvi kérdés, és nem értem azt, hogy a magyarok hogyan tudnak amellett elmenni, hogy egy olyan nép támogatását várják, meg egy olyan néppel kötnek egyre szorosabb gazdasági vagy bármilyen kapcsolatokat, akik leigáztak egy forradalmat itthon, és hogyan lehet így egy gyakorlatilag egy sorstárs nemzettel szemben fellépni, hogyan lehet így viselkedni egy olyan országgal, aki ugyanazt éli át, mint amit mi. Önnek nem probléma, hogy 1956-ban ukrán katonák is harcoltak az 56-os forradalmárok ellen, ön megbocsátott ezért Ukrajnának? Természetesen megbocsájtottam, ugyanúgy parancsokat követtek, nem volt beleszólásuk abba, hogyha valaki hivatásos katona, akkor vagy otthagyja a katonaságot, vagy végzi a dolgát. Ez ellen nem nagyon lehet most csinálni. Most valószínűleg, hogyha az ukránoknak azt mondanak, hogy lépjenek fel egy Magyarországon fennálló forradalom ellen, akkor nem hiszem, hogy ugyanazt megtennék. Hát ez olyan kérdés, hogy a csehek haragszolnak ránk, hogy a bársonyos forradalomban ellenük harcoltunk. Azt tudjuk, hogy nem az ukránok akartak odajönni, hanem a szovjet karhatalom küldte ide őket. Úgyhogy ahogy mi sem akartunk a csehek ellen harcolni, az ukránok sem akartak a magyarok ellen harcolni, azt gondolom. Kire hasonlít jobban Magyar Péter politikája, Volodymyr Zelenszkij vagy Orbán Viktor? Szerintem sokkal inkább Zelenszkijre, mert valamennyire próbál tenni valamit az országért. Nyilván nem vagyok annyira járatos az ukrán bel, illetve külpolitikában, viszont szerintem Magyar Pétert inkább egy pozitív politikai vezetőhöz szeretném asszociálni, mint egy negatívhoz. Húha, hát ő is a szabadságért küzd. Magyar Péter politikája Magyar Péter politikájára hasonlít a leginkább. Hát én szerintem egyikre se. Hála Istennek. Ezt én nem tudom jelenteni. Mindent össze lehet hasonlítani mindennel, én ezzel nem zárkózom el, de nem tudnám megmondani, hogy mi. Ha most választhatnék, hogy ki lenne Magyarország miniszterelnöke, lehet, hogy Zelenszkijre szavaznék. Bocsásson meg, én egy bósznak tartom a Volodymyr Zelenszkijt, egy odatett bábnak, aki annak idején Hollywoodba bóckodott. Egy politikai múlta nem rendelkező bósznak, én azt gondolom, hogy Amerika tette oda, a CIA megbüntötte a régi kormányt. Nekem erről ez a véleményem, ez 2015-ös puccs, amit a CIA megcsinált, és Ukrajnába leváltották, és ütötték ezt a bohócot. Nézzétek el nekem, hogy megszabadultam az áruhám egy részétől, de már kezd nagyon meleg lenni, és kezd leolvadni az álcám egy része is, amit láthatátok korábban. Na de menjünk tovább. Magyar Péter nem támogatta az Ukrajnának nyújtott segélyt, tartózkodott a szavazáson. Ön mit gondol erről? Nem hallottam róla, de minden segélyt megérdemelnek, vagy minden segítséget, anyagi fegyveres segítséget megérdemelnek. Azért tehette ezt meg, mert nyilvánvaló volt, hogy enélkül is menni fog a segély, ez az egyik dolog, a másik pedig neki gondolni kell most a belpolitikai helyzetre is. Amennyiben ő igen mond, akkor megint neki esik ez a fideszes falka, és ebből egy lejárató kampány kerekedik újra. Tehát ő tulajdonképpen diplomatikusan cselekedett, én úgy gondolom. Egyrészt egy kicsit meglepődtem rajta, másrészt meg abból a szempontból megértem, hogy most még nem akar annyira egyértelműen állást foglalni. Nyilván ez egy kampányfogásnak is betudható egyébként, de szerintem eljön még az ideje, hogy ebben is kifejtse a véleményét. Van még idő a 26-os választásokig. Alapból Európában is nagy gondok vannak, így azt gondolom, hogy észszerűen kell segítséget nyújtani. Ez politika. Ez mit jelent? Hát az, hogy lavíroznia kell. Nem, mindenkinek nem lehet jót mondani.
Ez nem megoldás. Itt egyszerűen egy demokrácia felé el kellene rendesen indulnunk, akkor majd lehet, hogy elvárjuk, hogy mindenki igazat mondom minden helyzetben, vagy a legtöbb helyzetben. Állítólag voltak olyan pontok abban a határozati javaslatban, ami a Tisza pártnak nem volt ínyére, illetve azért egy kicsit más szavazókra is kell hajtani a Tiszának. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy pénzt adunk, azzal nem vetünk véget egy háborúnak. Abban a háborút tovább gerjesztük, és igazából én azt gondolom, hogy le kéne ülni. Most azzal, hogy én valakivel összeveszek, és hogy azzal, hogy pénzt adnak ahhoz, hogy tovább tudjam folytatni az egészet, alapvetően én azt gondolom, hogy én elismerem Ukrajna szabadságát, elismerem az egész dolgot, de neki megy egy akkora hatalomnak, ami ember populáció alapján is sokkal nagyobb. Ami azt jelenti, hogy egy ilyen végtelen harcot vívna Ukrajna, hiába kap Isten, az Isten pénzét is megkaphatja. Egyszerűen Oroszország akkora Ukrajnához képest, hogy egy vesztett játszmába kezdett bele. Én szerintem le kéne ülni tárgyán, és békét kéne kötni, fegyverszünetet. Ön szerint ki tett többet a saját országáért? Volodymyr Zelenszky vagy Viktor Orbán? Nyilvánvalóan Zelenszky, Orbán nem csinált semmit. Hát Zelenszky. Zelenszky. Ha összemérjük a két helyzetet, és két ország milyen helyzetben van, akkor Zelenszkyt kell mondjam. Mert hát igen, Orbán Viktor nem a kedvencem, és nem tudok felhozni, de talán egy érvet fel tudok hozni, vagy egy intézkedést, ami ez a nagyon erőteljes digitalizáció, amit tudok, amire azt tudom mondani, hogy ezt támogatom, de azon kívül nem tudok egy dolgot mondani. Ezt áruhában is el kell mondanom, november 15-én, pénteken este 6-tól Ferrari közönség találkozó. A helyszín és a vendégek kiléte még szervezés alatt, de annyit már most elárulhatok, hogy Emilia ott lesz. Én pedig készülök nektek néhány érdekességgel, de a részletekért kövessétek a csatornát. Most pedig folytassuk tovább a beépülést. Zelenszkyt nagyon sokan kritizálták a nyelvtörvény miatt, hogy most a kisebbség elvette a nyelvhasználathoz való jogát. Ön mit gondol a nyelvtörvényről? Szerintem európai érték. A kultúrához való jogunk, mindegy, hogy melyik országban van, mindegy, hogy melyik országban, a sokszínűség az erős dolog, és az, hogy mondják, szóval nem szabad homogén, abszolút homogén társadalomban élni, kell a különbség, de az alapértékrendben, mi szerint a szabadságunk, a másik megbecsülése, a tisztelet, stb. Ez kötelező, ez elengedhetetlen. Nem tudom erre mit mondjak igazából, én azt gondolom, hogy egy országban élek, akkor azt a nyelvet használom, hiába a más a nemzetiségem, hiába a kettős állampolgár vagyok, egy nemzethez tartozom, és annak a nyelvét használom, ha ezt mondják. Bár én Zelenszkyre, vagy a Volodymyr Zelenszkyt se tartom egy izének, egy ember, komoly politikusnak. Hát nem értek egyet a kisebbségek így elszorításával, viszont ha Ukrajna bekerül le az EU-ba, akkor ezek automatikusan megoldódnának ezek a problémák. Szóval jelenleg szerintem az lenne a legjobb lehetősége az Ukrajnában élő magyaroknak, hogy bekerül Ukrajna az EU-ba, és így nullázódnak ezek a problémák, mert törvények vannak, és ezek be vannak tartva. Nem tudom, nem értek ez az egészhez, de azért fontosnak tartom, hogy a kisebbségeknek kijárjon a tisztelet. Az ön véleménye szerint először kellene támogatni a csatlakozást és elfogadni az ígéretet, vagy először legyen garancia a kisebbségek jogaira, és utána támogatni? Hát én nem értem, hogy miért kell egyáltalán garanciát kérni, mert a kisebbségi jogok az EU-ban azok léteznek. Tehát, hogy itt nem kell ígérgetni azt, hogy majd jobb lesz nekik, mert ha belépnek az EU-ba az ukránok, és nem teljesítik, nem tartják be ezeket a törvényeket, akkor azok nem fog működni. Tehát nyilvánvalóan üres ígéretekre nincs szükség, de ezek az ígéretek nem az ukránoktól származnak, hanem ezeket nekik be kell tartani, ha belépnek az EU-ba. Oroszok vonuljanak ki, utána beszélgethetünk bármiről, utána üljenek le, tárgyaljanak, utána minden kérdést tisztába kell tenni. A háborút be kell úgy fejezni, nem úgy, ahogy Orbán akarja. Elsőre én azt mondom, hogy nem tettek olyat, ami szavahihetetlenné teszi őket, úgyhogy az ígéret, az nekem most így elég. Tehát a nyelvtörvény, a kisebbségek helyzetének rendezésének ígérete, az nekem most elég. Annyiban kiegészíteném még, hogy az EU-s csatlakozás kérelme előtt, meg az EU-s csatlakozás előtt megígérték, hogy nem írják alá a nyelvtörvényt. Tehát volt egy ígéret, hogy nem írják alá. Ekkor Orbán Viktor támogatta a csatlakozást, ennek ellenére Ukrajna mégis aláírta, és ekkor volt az, amikor azt mondták, hogy jó, akkor amíg nem kapnak garanciát a magyarok, hogy visszakapják a jogaikat, addig nem kapnak ukránok EU-s csatlakozásra támogatást.
továbbra is azt tudom mondani, hogy most egy elmebaj méretű, tehát a háború az egy nagyon nagy gond, és ilyenkor nagyon erősek a szélsőségesek. Ha egy ország csatlakozni akar egy kultúrát közösséghez, akkor a szélsőségekből le kell adni. Igaz ez Ukrajnára, és igaz ez Magyarországra is. Ez Zelenszky írta alá, ő szélsőséges? Na még egyszer. Ezt a nyelvtörvényt ez Zelenszky írja alá, és ő volt az, aki nem hajlandó visszavonni, akkor ő most szélsőséges, mert ezt nem a Právé Szektor meg ezek találták ki. Egy pártot, egy politikust nyomaszt a saját szélsősége, nyomaszt a közhangulat. Nem tudom, nem ismerem részletekbe a nyelvtörvényt. Egy, az eredeti kérdés az volt, hogy előtte, még mielőtt a nyelvtörvényt visszavonják, megadható-e a támogatást? Ígéret alapján. Ígéret alapján. Elsőre azt mondom, hogy ígéret alapján én megadnám. Nézzük meg, mit hoz a jövő. Én azért bízom a pozitív kicsengésben. Meglátjuk. Az biztos, hogy az EU-ban azért a kisebbségeknek jobb, mint az EU-n kívül. Az EU az reméljük, hogy egy nagyon nagy hajtóerő lesz abban, hogy a kisebbségek helyzetét rendezzék. Le kell mondani bizonyos ilyen bizonyos nacionalista nacionalista elvárásokról. Ebben is nagyon jó az EU, hogy ezt azért ki tudja kényszeríteni maga az EU csatlakozásnak a reménye. Nagyon úgy tűnik, hogy a mostani beszivárgásom jobban sikerült, mint a legutóbbi. Ez lehet, hogy az áruha, lehet, hogy a kérdések miatt, nem tudhatom. Azonban nagyon sok érdekes állásponttal és véleménnyel lettünk gazdagabbak. Némelyik ellentmondásban áll saját magával, más álláspontokkal, de ezt már megszokhattuk. Illetve remélem tudod, hogy az ilyen beszivárgó manőverekkel én komoly kockázatot vállalok, úgyhogy ha szeretnéd támogatni a munkámat, mindenképpen iratkozz fel a csatornára, kommentben pedig írd meg, hogy mit gondolsz a választodokról, vagy a válaszok mienségéről, és ne felejtsd el elküldeni a videót három másik barátodnak, mert az algoritmus nem szereti támogatni ezeket. Na menjünk, sziasztok! Ön szerint kellene támogatnunk akár Magyarország vagy az Európai Uniónak Ukrajnát? Igen. És jelenleg több politikus Németországban és Franciaországban azt említette meg, hogy esetleg egy minimális adót kellene emiatt emelni az EU-ban. Önt ez zavarna? Nem. Minimális nem.